Legálisan koszolhatták össze a kezüket a gyerekek ebben a nyíregyházi óvodában. Április 22-én a földnapja alkalmából készítették ezt az alkotást, virágot is ültettek a jeles napon. Ők már tudják, miért jó óvisnak lenni, a bölcsödések még csak legfeljebb találgatják. Nekik sem kell azonban sokat várniuk erre, akik augusztus 31-ig betöltik harmadik életévüket, szeptembertől óvoda kötelessé válnak. Az ő szüleiknek lassan el kell dönteniük, hova írassák be a kicsiket. Több helyen már elindult a beiratkozás időszaka, Nyíregyházán ugyanakkor erre majd május 10-e és 12-e között lesz lehetőség. Máskor itt is korábbi az időpont, de bíznak benne, hogy május elejéig javul annyit a járványhelyzet, hogy a szülők már személyesen is be tudják iratni gyermekeiket. Aki viszont online szeretné, úgy is megteheti. A jelentkezés egy óvodai jelentkezési lapon kitöltésével kezdődik. Kérjük a kedves szülőket, hogy ezt töltsék ki, hozzák magukkal. Ez letölthető a város honlapjáról és az óvodák honlapjáról is, de természetesen mi az óvodákba is szívesen adunk a szülőknek. Itt a gyermek adatai mellett három óvodát kell megjelölni, hogy hova szeretni. Minden esetben első helyen jelölje meg a szülő azt az óvodát, ahova beadja a jelentkezési lapot, és ahova szeretné, hogy felvegyék a gyermeket. A beiratkozáskor be kell mutatni mind a gyermek, mind a szülő személyazonosító igazolványát és lakcímkártyáját. A sajátos nevelési igényű kicsik esetében pedig az ezt igazoló szakértői véleményt is. Az óvodák ezután több szempont alapján döntenek arról, kit tudnak felvenni. Elsősorban nekünk a körzetes gyermekeket kell felvenni, a körzetben lakó szülők gyermekeit, aztán a körzetben dolgozó szülők gyermekeit, ott kérnénk szépen egy munkáltatói igazolást, hogy a munkahelye a szülőnek itt van a körzetben, aztán a testvérgyerekeket, unokatestvérgyerekeket, minden esetben felvesszük a hátrányos, halmazottan hátrányos helyzetű gyermekeket, és ezután sorba aki jelentkezik. Ha van még szabad hely, a 2,5 éves gyermekek is felvehetők, a szülők pedig azt is kérvényezhetik, hogy 3 éves csemetéjük még ne kezdje meg ősztől az óvodát. Ehhez május 25-ig a megyei kormányhivatal illetékes járási hivatalában kérhetnek felmentést. Az újovisok szülei pedig legkésőbb június 11-ig kapnak értesítést, hova vihetik ősztől gyermeküket.